A Budaörsi Csicsergő óvodában ma egy speciális nap lesz, speciális foglalkozással. Beszéljünk erről egy kicsit, kik érkeznek hamarosan. A Budaörsi Testnevelés Mozgás Városi Munkaközösségnek az idei első bemutató foglalkozását láthatjátok majd hamarosan. Ez a munkaközösség 2017-ben alakult, amikor az önkormányzat finanszírozásában élménytestnevelés továbbképzés volt a városban, és akkor ott döntöttük el a kollégákkal, hogy folytatni szeretnénk a munkát, és azóta ez már az ötödik nevelési év, hogy évente 4 bemutató foglalkozást tartunk. Ezek a bemutató foglalkozások milyen hozadékkal bírnak, mennyire jutnak el az emberekhez, mennyire jut el ahhoz a cél közönséghez, közösséghez, akinek valóban erre szüksége lenne? 8. éve dolgozom itt, és az élménytestnevelést képviselem, és azt látom, hogy hihetetlen változások történtek a városban. Olyan befogadó óvodapedagógusok vannak, akikkel élmény dolgozni, és ők tovább tudják adni ezt az élménytest nevelést. Közösen dolgozunk, éves terveket készítünk, mozgásanyagokat gyűjtünk, tehát ez egy folyamatos munka, és ennek az újabb állomása volt, egy hónappal ezelőtt fejeztük be a második képzést, amit szintén az önkormányzat finanszírozott. A mai világban nagyon fontos, hogy még inkább odafigyeljünk a gyerekekre, ugye az internetvilága, a számítógép használat, és az, ahogyan ugye nagyon sokan azt választják, hogy leültetik a tévé elé a gyermeket, azt hozza magával, hogy talán a mozgásra egy kicsit kevesebb idő jut, így aztán a mozgás koordináció fejlesztése még fontosabbá vált. Így van, én is azt tapasztalom, illetve hát a Zsuzsival ugye együtt dolgozunk itt a Csicsergő óvodában, én fejlesztő pedagógus vagyok, és most már 6. éve csinálom ezt az alapozó mozgásterápiát, és hogy befejezem a mondatot, valóban azt tapasztalom, hogy még évekkel ezelőtt csak 4-5 kisgyerek volt egy csoportomban, most már egyre több csoportot kell megszerveznem a tanköteleskorú gyermekekből, és maga a csoportoknak a létszáma is most már egyre növekszik. Idén 7 gyerek van a csoportomban, és mindegyiknél valóban mozgáskoordinációs problémát, egyensúlyi gondokat, rugalmassági gondokat, amit tulajdonképpen a páros, tehát a szögdelős feladatokat, a nagy mozgásokat, a csecsemőkori mozgásokat, a csecsemőkori reflexmaradványokat tapasztalom náluk, és hát bizonyos okból lehet is azt mondani, hogy valóban a kevesebb mozgás miatt van ez, hogy ennyire tele vannak a gyerekek ilyen problémákkal. Biztos, hogy benne van az is, így van, hogy sokat ülnek a tévé előtt, egyre nagyobb mértékben látjuk azt, hogy a szülők odaadják nekik az olyan elfoglaltságot, ami vizuális ingereket ad a gyerekeknek, iszonyú nagy vizuális ingert, viszont maga az idegrendszer éréséhez azok a mozgásállomások, azok a fejlődéstani állomások, amik fontosak lennének később a tanuláshoz, az íráshoz, az olvasáshoz, azokat ők nem kapják meg, tehát nem kapja meg az idegrendszer azokat az ingereket, amik a későbbi tanuláshoz majd segíteni tudja. Említsünk meg mondjuk egy konkrét példát, emeljük ki, amin abszolút látható, hogy mondjuk ez a mozgás kevés gyereknek van meg, és már egy bizonyos korra már ott kellene tartani, de nem tartanak ott. Hát például, amit nagyon sokan tapasztalnak, és lehet látni, nagyon sok kisgyerek úgy tud csak dolgozni, hogy kint van a nyelve. Tehát ez például a szoporreflexnek a maradványa. Ez nyilván hátráltatja majd később őt. Nagyon sok kisgyerek nem tudja leválasztani a két kezét, tehát nem tud olyan feladatokat megoldani, hogy esetleg a lába más csinál, mint a keze, vagy a két oldalon a két keze teljesen más. Csak egy nagyon egyszerűt, az egyik nyit, a másik zár, képtelenek megoldani. Illetve hát a keresztmozgások is ugye hiányoznak nekik, tehát nem tudnak egy olyan vonalat húzni, amivel a saját testközé vonalát akár át tudná lépni. Ugye az írásolvasáshoz meg ez a legfontosabb, hogy ezt a láthatatlan középvonalat át tudjuk balról jobbra lépni. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon összetett dolog, és rengeteg mindent lehetne erről beszélni, de hogy igen, nagyon-nagyon sok kis óvodásnál már látom azt, hogy akár egy hátrafele való mozgást nem tud olyan mértékben kivitelezni, hogy ne legyenek olyan különböző ilyen kényszertartások, kényszer együttmozgások, amik még
még a csecsemőkori reflex maradványoknak jelenlétét mutatja, és ugye ezt úgy kell elképzelni, mint egy házat, tehát az alapot, ezeket a csecsemőkori reflex maradványokat, ezeket el kéne tüntetni az idegrendszernek, ahhoz, hogy egy magasabb szintű reflexeket rá tudjon építeni, ami majd később kell például a tanuláshoz, a fókuszáláshoz, akár a táblára felnéz, lenéz a füzetre, tehát hogy rengeteg olyan dolog van, amit az idegrendszer csinál. Na most, hogyha jelen vannak még olyan kényszermozgások, amiktől az idegrendszer nem tud úgy teljesíteni, fáradtabb, ezek a gyerekek fáradtabbak, kevés a tűrőképességük, a kitartásuk, tehát hogy nagyon sok olyan tünetet produkálnak már most óvodáskorban, ami később iskoláskorban már hatványozottan fog előfordulni. Tulajdonképpen ugye az is egy újdonság, legalábbis az én számomra, hogy vannak gyerekek, akik mondjuk a megszokottnál egy évvel később fognak iskolába menni. Ez erre régen nem volt példa. Ez azt gondolom egy ilyen újszerű dolog. Ez is emiatt van, mert tulajdonképpen az a gyerek még nem tartott, és ez valahol a szülő felelőssége is. Hát igazából ez már egy kicsit belemennénk az iskolai érettségbe, az egy nagyon összetett dolog, mert ugye az iskolai érettségben nem csak az számít, amit némelyik szülő mond, hogy fú, de jó, hát 100-ig el tud számolni a gyerek, nem ez számít, tehát hogy nagyon-nagyon sok összetevője van annak, hogy egy gyerekre azt mondjuk, hogy iskola érett, akár a figyelem, akár a számolás, a rajzolás, a grafomotorium, a nagy mozgások, a nyak megtartóizmoktól kezdve, tehát egy nagyon-nagyon sok minden, ez egy összetett dolog, meg a kitartás, a monotónia tűrés, a feladattudat, de nyilván benne van a mozgás is, hogy ezek a sok mozgásos elmaradások, gyengeségek, amik az idegrendszernek az éretlenségéből adódnak, ezek nyilván kihúzzák azt az időt, amivel azt mondjuk, hogy iskolába tud lépni a gyerek, mert teljesen ott van, és sikeres iskolakezdésre alkalmas. Konkrétan a módszer hogyan segít ezeken a problémákon? Nagyon jó ez az alapozó mozgásterápia, én nagyon-nagyon szeretem. Tulajdonképpen a módszernek az a lényege, hogy a csecsemőkori mozgásokat és ezeket a fejlődéstani nagy mozgásokat minden egyes alkalommal újra és újra ismételjük, elég magas ismétlés számmal, tehát mit tudom én, például egy fejemelést megcsinálunk 10-szer, majd évvégére szeretnék eljutni a gyerekekkel 15-ig. Tehát, hogy mindenféle ilyen mozgást minden alkalommal mi megcsinálunk, ismétlünk, és ezáltal az idegrendszert érleljük, újraérleljük, segítjük azt, hogy a két agyfélteke közötti idegpályáknak a működése az hatékonyabb legyen, gyorsabb legyen, és ezáltal ugye segíteni, vagy valószínű segíteni fogja őket majd a tanulásban.